nem sok pihenés jutott a Blue Sharks csapatának. Az év első mérkőzését január 6-án idegenben játssza a nyíregyházi kosárlabda csapat Budapesten a Vasas ellen. Nehéz mérkőzés várható, mivel a Vasasban több az A csoportot megért játékos is van, akik rutinosak és jól használják a hazai pálya előnyeit. A Blue Sharks csapatának legmagasabb játékosa sajnos a tavaly évben történt sérülése miatt még mindig nem lépett pályára, tette hozzá Sitko Ernő. Cingel Zoli sérülése elég érzékenyen érinti a csapatot, hiszen a legmagasabb emberünk esett ki, és így a játékot is át kellett alakítani, és a csapat szerkezetét is. Ő már elkezdett edzeni, nem lesz még bevethető szombaton, sajnos ez túlságosan nagy kiesés volt az ő számára, és kondicionálisan is vissza kell jönnie, illetve hiába forrtak össze a csontok a lábfejében, sajnos még ez fáj neki mozgásra, és idő kell még ahhoz, hogy megfelelőképpen tudjon visszakapcsolódni a csapat munkájába. A Vasas elleni mérkőzés után is nagyon fontos meccsek várnak a csapatra. Bár a 2017-es évben a Blue Sharks csapatában sérülések is történtek, Sitko Ernő bízik a játékosokban, és kiemelte, nagyon jó körülmények között tudnak készülni a mérkőzésekre Nyíregyházán. Mi szeretnénk megvalósítani valamit, és ott szeretnénk lenni a bajnokság végén az elsők között. Ehhez viszont a januárnak nagyon szépen kell eltelnie, hiszen fontos mérkőzéseket fogunk játszani. Jön a Vasas elleni idegenbeli mérkőzés, majd utána 17-én Veszprém ellen játszunk HEP kupa mérkőzést hazai pályán, majd felcserélve Veszprém ellen előbb bajnokit játszunk, majd utána játszunk a HEP kupát, játszunk az oroszlány csapata ellen. Fontos mérkőzések előtt állnak a nyíregyházi kosaras fiúk. Az teljesen biztos, hogy nincs idejük azon gondolkodni, hogy a következő meccsek előtt bármi hátráltatná-e a csapatot, vagy sem. Pályára kell lépni, és nyerni kell, tette hozzá Sitko Ernő.